Üdvözlöm a kedves nézőket! Tegnap átadták a Móra Ferenc úti gyermekorvosi rendelőt, így tegnaptól a kisbetegek újra ott kell, hogy jelentkezzenek vizsgálatra. Erről, illetve arról, hogy mi várható még Szolnok városában a rendelő felújítások tekintetében, dr. Kovács Éva vezető főorvossal beszélgetek. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket szintén. Én azt gondolom, hogy nem túlzok akkor, hogyha azt mondom, és azzal, hogyha azt mondom, hogy nagyon-nagyon várták mind a betegek, mind a szülők, mind az orvosok és a védőnők, a szakdolgozók a tegnapi napot. Így van, nagyon-nagyon vártuk, és végre eljött a február 12-e, amit mind az orvosok, mind a védőnők, mind a kisbetegek, mind az önkormányzat részéről nagyon vártuk, és ez azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon lényeges esemény Szolnok város életébe, hisz az egyik legnagyobb rendelőnk újult meg, egy gyermekgyógyászati védőnői centrum tulajdonképpen, ahol 6 gyermekorvos tevékenykedik a földszinten, és 7 védőnő dolgozik az emeleten. Nagyon lényeges dolog, hogy minden orvosnak külön rendelője van, tehát nem kell egymáshoz igazodniuk. Ezt nagyon-nagyon régóta szerettük volna elérni a városban, és remélem, hogy ez egy tendencia lesz az elkövetkezendőkben is, és a védőnőknek is külön irodájuk, 2 tanácsadó áll rendelkezésre, nagyon-nagyon gyönyörű környezetben, európai színvonalon. Mennyire volt nehézkes az átmeneti időszak, hiszen ugye az orvosok ideglenes helyen rendeltek, és nem a megszokott helyre kellett vinni a gyerekeket az édesanyáknak? Én azt gondolom, hogy ez nem volt egy könnyű időszak, és talán leginkább a lakosság számára volt ez nehéz, hiszen volt, aki a Rozmarin útra kellett, hogy menjen a megszokott Móra Ferenc út helyett, vagy a Széchenyire, vagy a temető úti rendelőbe, és nagyon-nagyon szeretném ezúton is megköszönni a lakosságnak, a gyerekeknek, az édesanyáknak a türelmét, a kismamák kitartását, hogy továbbra is hűek maradtak az orvosaikhoz, védőnőikhez, és ezt a jó pár hónapos kellemetlenséget fölvállalták ők is, hiszen egy gyönyörű környezetű új rendelőbe mehetnek a megszokott védőnőikhez és orvosaikhoz, úgyhogy ezúton is még egyszer szeretném megköszönni, és természetesen orvosainknak, védőnőinknek is az ezzel járó kicsit kellemetlenebb helyzetet, de mindenkit az motivált, hogy egyszer elérjük azt a napot, amikor be tudnak költözni a gyönyörűen felújított rendelőbe. Hát ez ugye tegnap elérkezett, úgyhogy most már oda kell menni, és nem is olyan nehéz feljutni, hiszen a több változtatás mellett ugye a legszembetűnőbb az maga a lift. Mennyien használták az elmúlt másfél napban, 2 napban? Nagyon sokan voltak, és hogyha ugye voltatok kint tegnap, láttátok, hogy nagyon nagy forgalom volt már a rendelőbe, és bizony az egyik nagy sarkalatos pontja volt ennek a rendelőbe. Nagyon nehéz volt följutni az emeletre. A babákat, babakocsikat ölbe kellett fölvinni nagyon-nagyon nagy nehézség árán. Most a védőnői körzetek kerültek az emeletre, és ide lifttel lehet följutni, itt babakocsi tároló is helyet kapott. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek mindenki nagyon-nagyon örül. Mikor ott voltunk a tegnapi megnyitón, jött is kismama 2 babával, lifttel, babakocsival, nagy örömmel vette tudomásul, hogy ilyen könnyű följutni a emeletre. A szakmai munkát mennyiben könnyíti az meg, hogy külön választották a védőnői szakaszt, ugye ők vannak az emeleten, illetve az orvosok pedig lent a földszinten? A szakmai munkában tulajdonképpen az együtt dolgozás továbbra is ugyanúgy működik az orvosok és a védőnők között, mint eddig, hiszen a 2 rendelési szint az összeköttetésben van egymással, tehát a védőnők is át tudnak jutni az orvosokhoz, illetve az orvosok is a védőnőkhöz, továbbra is megjelennek az orvosi tanácsadáson, ha ezt az orvos igényli, tehát a szakmai munka az továbbra is team munka marad, ha szét is vált a szint tulajdonképpen. Viszont ugye az egészséges gyerekek, akik tanácsadásra mennek, nem találkoznak a beteg gyerekekkel, sőt, hogyha jól emlékszem, akkor külön van egy
fertőző beteg váró, hát most akár az influenzás, akár a bárányhimlős betegekre gondolunk, ez hasznos lehet. Így van, így van. Ez nagyon-nagyon jó dolog. A teljesen külön bejárattal működik a védőnői részleg, mint a gyermekorvosi részleg, de mondom átjárható, nyilván csak a személyzet részére. Illetve ami nagyon nagy lépés, a fertőző elkülönítő, ami a másik rendelőben is lett volna, csak éppen nem működött. Nagyon nagy szükség van rá, teljesen elkülönülve az egészséges rendeléstől. Váró, kezelő, szociális helységek találhatók ebben a részlegben is, és teljesen elkülönült bejárattal. Ami még szokatlan lehet a betegek, családok számára, hogy van két nőgyógyászati vizsgálóasztal is, hát ez egy gyermekorvosi rendelőben szokatlan, ám meg kell, hogy szokjuk, mert hogy hozzá tartozik az egészséghez. Igen, ez a védőnői tanácsadókban került elhelyezésre. Népegészségügyi szempontból nagyon lényeges törekvés az, hogy a védőnők is el tudják végezni a méhnyakszűrés, tehát ugye a méhnyakráknak a kimutatásában ők is szerepet játszhatnak. Talán nem biztos, hogy ebben Szolnok annyira előre jár, hiszen mi megfelelő infrastruktúrával rendelkezünk, de azt gondolom, hogy nagyon sok kismama fogja ezt igénybe venni, illetve azokon a településeken nagyon-nagyon nagy szerepe van, ahova nem jut el nőgyógyász, és ahol a kismamáknak nincsen lehetőségük, hogy ezt a szűrővizsgálatot igénybe vegyék, és reményeink szerint az új rendelőkbe mindegyik tanácsadóban fog kerülni ilyen méhnyakrák szűrésre szolgáló berendezés, és a védőnőink is el fog fogják végezni, illetve már nagyon sok védőnő elvégezte ezt a stúdiumot, hogy erre lehetősége legyen és alkalmas legyen. És aztán én felfigyeltem egy különleges szobára, amelyre az volt kérve, hogy multifunkciós szoba, hát ilyet sem láttam még rendelőintézetben, gyerekorvosi rendelőben. Igen, erre is nagyon nagy szükség volt, mind az orvosok, mind a védőnők részéről. Ez egyrészt szolgál egy négy szem közti beszélgetésre történő lehetőséget, ahova el tud vonulni az orvos az anyukával, kisbetegével, kismamák, a védőnőkkel, és csak négy szem közti beszélgetésre van lehetőség, illetve tervezünk esetleg, hogy ott lehet babamama tornát csinálni, gyerekjátszó sarkot berendezni, ahol kicsit el tudják magukat foglalni a testvérek, hogyha jönnek a kismamák, vagy hát reméljük a közeljövőben prevenciós programok is fognak folyni a multifunkciós szobában. Mikor lesz a folytatás, hiszen a város szívében a Móra Ferenc úton egy vadonatúj gyönyörű rendelőt alakítottak ki. Várható, hogy esetleg a város több pontján lévő gyermekorvosi körzeteknél is szebb infrastruktúrális környezetbe léphetnek be a kicsik? Igen, reményeink szerint lesz folytatása, és nagyon-nagyon örülök, hogy ezt elmondhatom, hogy erre lesz lehetőség a jövőben. A Széchenyi körúti nagy rendelő centrumot tervezzük felújítani, illetve a temető úti rendelőt szintén, annak a rendelőnek az újjáépítése fog megtörténni. Nyilván ez is egy pici kellemetlenséggel fog járni a lakosság számára, de azt gondolom, hogy pontosan ugyanolyan örömmel fogják majd fogadni ezeket az épületeket felújítva, és veszik át az új épületet, mint itt a Móra Ferenc úton, ahogy láttuk a szülőket, hogy tényleg ámulva jöttek be, és nagy-nagy örömmel jöttek az orvosaikhoz, védőnőikhez. Hát akkor az új rendelőben jó munkát kívánok valamennyi munkatársának, illetve a felújításokhoz pedig akkor erőt és kitartást, mert hogy azért ez valóban jár kellemetlenséggel, de megéri. Igen, köszönjük szépen. Kedves nézőink, mi pedig még mindig egészséggel, egészség megőrzéssel, pontosan gyógyteákkal folytatjuk. Egy nyári üröm rákra, csalán tisztításra, diólevél cisztára és a kullancsok ellen, tejoltó galaj vesére, galagonyatea szívre. Csak néhány példa Szabó Gyuri bácsi gyógynövényes praktikáiból, akivel hétfői látogatása alkalmával beszélgettem, természetesen életéről, gyógyulásáról és az egészség megőrzésről. Ugyanakkor az emberiség rászokott újból a gyógynövényekre, egyre többen keresik. Most már 1978 óta, mióta az egészségügyi világszervezet ajánlja az embereknek újból a népi gyógyítást. Miért hisznek jobban a népi gyógymódokban?
Mert sok csalódás érte őket a vegyszerekkel, meg esetleg a gyógyszerekkel kapcsolatosan, de inkább talán az, hogy a sok vegyszert ellenőrizni, vagy ellensúlyozni akarják, és a gyógynövényekben pedig hát nincsen vegyszer. Hát már amelyik gyógynövényben, hát Bükszentkereszt környékén biztos, hogy nincs, így van? Olyan helyen szabad szedni, ahol nincs. A Bükszentkereszt környékén biztos, hogy nincs. Ott hál' Istennek tiszta a levegő. Érdemes-e otthon termeszteni bizonyos gyógynövényeket a kertben? Igen, ha olyan helyen lakik az illető, hogy nincs közelbe autó. Hát egy olyan 500 méterre lehetőleg ne legyen semmilyen olyan út, ahol sok autó jár. Melyek azok a növények, amelyek egyébként bármilyen kertben, könnyedén, gond nélkül megteremnek? Hát nagyon-nagyon jó a citromfű, megterem a csalán, meg lehet termelni még mellette a kakukkfüvet, gyak apró bojtorján, tehát elég sok növény van, amit meg lehet a kertekbe termelni. Körömvirágot például nagyon sokan termelik is, mentákat. A csaláról sok mindenkinek az jut eszébe, hogy szúrcsíp, hogyha hozzáérünk, kell szaktudás a termesztéshez, illetve a szedéshez? Igen, kesztyűt kell felvenni. A csalánnak csak a gyökerét kell valahova eldugni, aztán az majd elszaporodik, mert a rizomáró gyökéről szaporodik, úgyhogy utána nem kell vele foglalkozni, csak az, hogy le kell szedni. Nagyon sok előadásom van már Túl Gyuri bácsi, és az egész élete erről szól. Összeszámolta már, hogy hányféle gyógynövényt ismer? Hát 200 valamennyit számoltam össze, 200 valamennyi gyógynövényt. De mindig jön hozzá egy-kettő, és akkor szaporodik. Vannak esetleg Magyarországon is olyan újfajta gyógynövények, amelyek talán a klímaváltozásnak köszönhetően most már itt is megélnek? Hát talán van egy-kettő. Például az orvosizsája az mediterrán növény, az nem nagyon volt eddig itt nálunk, most már azt is meg lehet termelni. Aklimatizálódik a gyógynövény. A rákkal kapcsolatos újabb felfedezések, amik vannak, egy egynyári üröm nevű növényről, és most egy újabb van, ami február 1-én jelent meg az Index nevű internetes újságban, hogy felfedeztek valami olyat, hogy egy vitamin, egyik vitamin, de nem írják le, hogy milyen vitamin, és egy még valami emberi szervezetben lévő ellenálló anyag, nem tudom melyik, tehát a immunrendszerünknek valamelyik részét, ha a kettőt együtt alkalmazzák, akkor tíz nap alatt meggyógyították az egereket, a rákos egereket vele, de embereken még nincs kikísérletezve. Ez azt jelenti, hogy Gyuri bácsi nyomon követi a világban a kutatásokat? Igen, elsősorban a lányom, meg az unokám, és aztán ők elmondják nekem. Én is az újságokból, meg a televízióból, amit látok, természetesen én is, meg sok könyvet is olvasok. Az egynyári üröm annyival tud többet, hogy sejtoszódásgátló anyag van benne. Érdekességképpen 1600 évvel ezelőtt már a kínaiak használták malária ellen. A malária sejtek oszódását meggátolta, és most 2015-ben egy kínai gyógyszerésznő felfedezte ismét, és csinált belőle egy gyógyszert a malária ellen, és ezért orvosi Nobel-díjat kapott megosztva. 1900-as évek elején egy gyógyszerkönyvem van, egy egyetemi gyógyszerész tankönyvem van, 210 féle gyógynövényből, 190 gyógyszerből, 190 növényi kivonat volt. És most a 2008-as felmérésben pedig már a gyógyszereknek csak a 25%-át veszik ki közvetlenül gyógynövényből, de a rákellenes gyógyszereknek viszont még mindig a 60%-át gyógynövényből vonják ki. Nagyon sok olyan gyógynövény van, amit minden nap lehet inni bármelyik mentát, sokféle menta van, lehet inni a kakukkfüvet, a citromfüvet, az apró bojtorján,
a bodzateát, a hársfateát, a kamillateát, ezeket mindegyiket lehet inni megelőzése és meggyógyítása is. Ezeket egyesével kellene, tehát minden nap mást, vagy akár lehet keverni is. Például mennyi gyógyteát lehet érdemes egymással összekeverni? 5 féle gyógyteát érdemes, az a maximum, amit össze lehet keverni, de mindig ugyanolyan hatóanyag tartalma, tehát ugyanarra bajra való más növény, de ugyanarra bajra való teát kell összekeverni, akkor erősítik egymás hatását. Ilyenkor egy-egy csészével ígyunk, vagy főzzünk le 2 litert, és azt iszogassuk egész nap? Lehet akár 1 litert is, vagy 2 litert is lehet főzni, és akkor lehet iszogatni egész nap, de 2 litert úgy lenne érdemes főzni, hogy többféle problémára. Tehát mondjuk az egyik 1,5 litert az egyik bajra, mondjuk a náthára, másik 1,5 litert az immunerősítésére, a harmadik 1,5 litert a gyomor problémánkra, a negyedik 1,5 litert meg a mozgás szerveinknek a működés, vagy a szívünkre. Van olyan, hogy valakinek ellenjavolt egy gyógynövény, vagy a gyógyteák fogyasztása? Ilyen például az orbáncű, ilyen a diólevél, ilyen a csalán, a mezei zsurló, és vagy nem szabad egyfolytában inni, vagy csak meghatározott ideig szabad inni. A diólevél, tehát vérhigítóval együtt nem szabad inni. Az orbáncűet vérhigítóval, vagy epekőves problémákkal küzdő embereknek nem szabad inni. Gyuri bácsi milyen teát iszik? Én iszok egy galagonya teát a szívemre. Minden második nap iszok egy csésze diólevél teát a vérhigításomra, meg gyulladás csökkentésére. Kisvirágú fűzikét iszok a prostatámra. Mezei katánk teát iszok a máj és az epe működésem segítésére, közönséges galaj teát iszok a pajzsmirigyemre, ezen kívül pedig iszok egy csipke teát, vagy esetleg egy bozza teát, vagy esetleg egy ilyen menta teát, valamelyik menta teát. Olyan 7-8 féle teát iszok minden nap. Én a bőrrákomat tudtam magamnak meggyógyítani, a vérnyomásomat rendbe tudtam szedni, a kétségbe volt esve, pedig a házi orvosom, hogy magas a vérnyomásom, nekem nem volt magas. Egy ismerős orvosnak a lánya pedig a szemén, a zöld hájuknak a nyomását tudta levinni 6-ra, holott a glaukómánál 16-nál, 18-nál lejjebb nem tudják vinni a szemnyomást. Csodálkoztak is az orvosok, hogy sikerült ennyire levinni. Hát a diólevél teától. Egyre többen küldik hozzám a betegeket, mondják el a betegek, elfogadnak sokan már engem, hisz van egy működési engedélyem, egy természetgyógyász vizsgám, és úgy látszik, hogy az emberek visszaigazolják, hogy amit én ajánlok nekik, az működik az orvosoknál is. Mit javasol a tévénézőknek holnap reggel, mivel ébredjenek? Azzal ébredjenek, hogy csináljanak maguknak legalább egy bodzateját, hogy megelőzzék a náthának a kialakulását. Tehát igyanak holnap bodzateát, és hogyha szeretnének még többet megtudni a gyógynövényekről, akkor nézzék a Szolnok Televíziót február 25-én este 8:30-kor, mert hogy ott voltunk kameránkkal, felvettük az előadást, amit természetesen önök is láthatnak majd. Én mai műsorunk munkatársai nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!